Na, hát nagyon gyors leszek. Sziasztok, jó estét! Ez maradhat ebbe benne. Így most jöttünk meg a rugdosóból. És az a helyzet, hogy a múltkor csináltunk, emlékeztek rá arra a Csalamádéra? Hát kevésnek bizonyult, és a Évi meg a Kata nem tudtak összekoordinálni egy időpontot, hogy a Kata eljöjjön, és az egy üveg Csalamádéját elvigye. Aztán a vége meg az lett, hogy itt maradt, a milyenki elfogyott, igaz? Ja. Nekiálltuk és megettük a másik üveggel is. Na, úgyhogy most az lesz, hogy hoztunk bőségesen mindenből dupla annyit. Tehát uborka, és én fogom elkészíteni hónap délelőtt. A levet azt te megcsinálhatod ma, majd. Ha? Hónapra nekem. Ja. És ne kelljen vele szarakodjak. Hoztunk három fej, hát ilyen ekkorák, káposztákat, fokhagyma. Ez mi ez? Ez a patíz. Csirkemell. Csirkemell rántva. De ilyen... Ami olyan lesz belőle, mintha hamburger tenné, ja, csak, vagy a bélszín. Bélszín roló. Akkor négyszínű paprika, az is megy bele. És a fehérhagyma ilyen, ez a édes mérlegű fehérhagyma, majd még egy kis répa, vettünk egy dinnyét, ez a citrus, ez nagyon finomak, háromféle zé van benne. Na, ugye sós? Ha? De sós. Befőtt, citrom, na. Piros a grapefruit, rendes, meg sárga grapefruit. Egy aránylag tűrhető minőségű paradicsom, ez az a rosmarinó, fűszerkeverék, egy kóla, két kóla. Na, Évi elmeséli a fantát, mi a fantának, mi a története. Már meséltem. Na, nézzetek utána. Na, ezt elhagytam. Tessék beütni a komputerbe, kaptok egy kis feladatot a kedves nézőim. És meg fogtam döbbenni, hogy a Fanta eredetileg hol keletkezett és miért. Ez a Fanta nevű üdítőital kit csinálták először a világon. Jó? Nézzetek utána, legyetek szívesek. És majd aki tudja és kinyomozta, írja be. Na, megnézzük ezt a... Aztán. Ilyen dinnyel. Évi hozott ilyen csemegevvel. Elnézést! Na, kiköhögtem magam. Szóval, Évi hozott ilyen csemeges ajtót, imádja. Akkor két Gatorade, szomjúságoltó, jó minőségű fokhagyma. És, hát reméljük jó minőségű dinnye. Nem, igen. Nem jó, mert nem recseg. Nem. Itt még egy jó dinnyét nem igen ettem. Hát, szokásos szar. Itt jó dinnye nincs. Életed. Ilyen van, de mindenhol. Szokásos. Olyan, mint hogy almát... Kár volt venni. Olyan, mint almát ennél. Mondjam, hogy még életem. Ja. Nem tudom. Borzasztó. Na, gyerekek, többit majd holnap, jó? Elpakoljuk, és akkor... Ezt láttad? Aha, szép. Mutasd erre. Szűrő. Ja, nagyon szép. Wow. Ja. Jó van. Többit majd. Ja, már mondtam. Többit majd holnap. Bye-bye. Szép jó reggelt kívánok. Ma már kicsit jobban megint. Mindig egy kicsivel jobban és jobban. Aztán a végén már egész jól leszünk. Mire véget ér ez a videó? Ugyanis ez jó hosszú lesz. Legalábbis úgy tűnik most, még így a reggel folyamán. Elég sok mindent kell csináljak. Kicsit lekötöm magam. Na most, az legelső, amit kell csinálni, egy reggeli. Mivel, hogy egyrészt egész éjjel nem ettem semmit, és rendkívül éhes vagyok. Aztán jövünk ide, és hát csinálok egy reggelit. Ugye, vaj,
egy olyan két és fél, három deka vaj, körülbelül közepes tűz, már is a paprikát, egy kis jalapeño és egy kis édes paprika, rá is tettem, és dísztelem egy kicsit, magyarul egy kicsit megpuhítjuk, pár percről van csak szó. Belehúzom a hagyma zöldjét, 4 gerezd fokhagyma, ez a vékony gerezd, és egy kis paradicsom lesz majd a végén. Ezt így külön is teszem ide. Jó, és akkor majd a tojás. Igen, rátesszük a hagyma zöldjét és a fokhagymát. Tettem volna ilyen kis pixisekbe is, de mondom, hát úgyis ez az első, amit csinálok. Jó lesz így is. Igen, közepes tűz. És ráteszem a tegnapi maradék, tehát ami megmaradt, ez a crab meat imitation-t, amit én imádok, nagyon szeretem. És annyi ideig fogom tulajdonképpen sütni, míg föl nem meleg, teljesen fölpuhul. Nagyon, nagyon lágyra föl tud puhulni ez, esetleg aki nem ismeri. Rendkívül finom, 3-4 perc fűszerezés, bacon, tehát egy szalonnás, csájvos, rossz potato seasoning mixet fogok használni. Ez enyhén füstölt, és hát elég sós, úgyhogy só és minden helyett most ezt fogok csak, és semmi mást így rátenni. Ez tulajdonképpen egy olyan fűszer, amit a sült krumplira rá lehet szórni, amikor készen van. Rendkívül jó illata van, és íze, aromája. Nem van túl rég fedeztem fel, sajnos, már hamarabb fel kellett volna fedezzem. Nagyon sok mindenre lehet használni, minden fajta csirkemellek és egyéb ételekhez. Rántottára picit így ráteszem is kér. Jó, még egy nagyon kicsit sütjük, csak akkor már van némi barnulás. Jó, pár percről van csak szó. Felütjük a tojást, hármat. Hát, amennyit akarsz, hát végül is annyit teszel rá. Valami három elég. Yes. Oké. Okay. Right. Rászórjuk az apró kis paradicsomokat. Na, mellé ment. Gyerekek, olyan éhes vagyok, hogy ezt elmondani nem lehet. Szép lassan. Hogy ne. És egy picit sütjük. Right. Picit bemozgatom. Megpirult, jó van. Okay. Megpirítjuk azt a felét is.
És ennyi volt a dolog. És kész vagyunk. Nagyon finom lett, megkóstoltam. Kis bors, hiányoltam. Igen. És ebből a magyaros malacból is teszünk rá egy kicsit. Így eléggé sortlan volt. Úgyhogy ebben van só is, meg kevés kis paprika is. Úgyhogy ez így most már jó. Megfelel az én ízlés világomnak. De jó illat van. Jó. Hát ahogyan tudjátok, én szoktam ilyen reggeliket itt végzem, nem ülök oda az asztalhoz, van amikor oda ülök, de többnyire nem. Egy kis ketchup, és nem bonyolítjuk tovább a dolgokat. A gyerekek, ez olyan, mint hogy a halat enné végül is, ilyen hal darabokat. Imádom. Nagyon finom. Körülbelül fel is fogom csak megenni. Másik felét meg majd holnap reggel. Elrakom a hűtőbe. Nagyon jó. Jó. Egyébként így is lehet. Valami. De éhes vagyok. Jaj. Azt néztem az előbb, hogy így le voltam hajolva, és teljesen a kamera nem ment ide. De még csúszkál itt a fejemen, gyerekek. Na jó, annyi lesz most, hogy hát befejezem a reggelit, és egyébként a shrimppel is finom ez így, ez a megoldás. Hát úgy csinálod, hogy akarod, még gyömbért is lehet hozzátenni. Csináltad, ahogy a minél több minden, annál jobb. Alright, leveszem a kamerát. Szóval ez volt a reggeli. Miután elpakoltam, fogom nektek mutatni. Emlékeztek, hogy el kell mosogassak. És a lányoméknak készítettünk ilyen salátát, csalamárdét, komáromi vágott vegyes savanyúság, csalamárdi, ki hogy szereti. Mi úgy mondtuk, hogy komáromi csalamárdi. Mindegy. És hát az apósoméknak a emléke jön elő ilyenkor, mert ők csinálták ezt. Már sokszor elmondtam. Fogom mutatni, jó, ha nem bánjátok. Mivel, hogy majdnem mindent megteszünk, azért, hogy egészségesek maradjunk, hát akkor többek közt tegyük meg azt, hogy csinálunk egy egészséges salátát, jó? Tehát az arányok, hát ezt úgy számolom, hogy ez két fej, mivel hogy, na mi volt ez a zaj? Valami kintről jött be valami zaj. Szóval ezt vegyük két fej káposztának, mivel elég kicsik, és akkor így, ugye egy fej káposzta, és ez az a édes hagyma, tehát ez nincs hagyma szaga, hanem ez az a kimaradtan ilyen édes. Egy-egy répát lehet számítani, és akkor hát négy darab paprika, ugye, mivel hogy van ez a négy szín, ez így pont jó is lesz, tehát még jól is fog mutatni, és szintén egy négy darab uborka, hát majd meglátjuk, hogy jön ki. Körülbelül ezek az arányok.
hogy ezt próbáljuk így megtartani, és akkor hát együtt akarok készíteni. Na most, hát itt már elő van a készítő szerszámok, nem fogom végig mutatni teljesen mindent, mert soká tart és unalmas. Tehát ami a lényeg, hogy ugye meg kell mindent tisztítani és rendesen. Minden legyen nagyon-nagyon-nagyon megmosva. Tehát hibás részeket kivágni. Látok itt hibákat. Úgyhogy körülbelül így. Aztán ugye lehet a uborkát, a taposom még úgy csinálták, hogy egy csík, egy csík, egy csík, egy csík, egy, így valahogy, igen. És akkor ez volt az ő módszerük. Ha bírja a gyomrod, akkor pucold így. Hát egyet meghagyok így. És ők így utána ezt szeretelték. Hát én nem fogom, ezt én le fogom teljesen szedni. Én a epémet kinyírja. Egyet meghagyok. Egy darabot. Majd az a... Mi a fene? Ha lehet, akkor a lánya még savagy ujjából, de nem biztos, mindegy. Meglátjuk. Lesz benne egy olyan, aztán többit azt megpucolom rendesen. Tehát nem egy nagy tudomány kell ehhez. És ugye mondtam, hogy teljesen a hibákat kiszedni, és itt a legvégét az uborkának, ez tanácsos, hát egy kicsit többet vág, mert itt szokott keserű lenni ezek a részek, itt általában uborkák van keserűek, ugye? Hát így körülbelül, nincs rajta zöld. Oké, és hát majd természetesen ugye át lesz mosva. Na most a hagyma, hát az ugyanúgy, ugye szépen kicsit ment rá víz, szépen felázott. És teljesen ugye azt a részt, ami van, hibásnak látszik esetleg, az sose legyen rajta hagyva. De én úgy látom, hogy itt probléma van. Ez eléggé olyan üveges. Ja, ezt is levesszük. Ha kell, akkor majd pótoljuk. Bár mondom, a hagymával vigyázzál, mert el tudja, ez így jó, el tudja vinni a mi a fenét, salátádat nagyon rossz irányba. Paprikánál ugyanaz a helyzet, hogy ugye ezt levágod, és teljesen a ekkorákra ezt a részt itt kiszedjük. Így, ilyenre. És akkor ez így megfelel utána meg. Ezt a magrészt, ezt teljesen kivágjuk belőle. Így. Alright. Nos, kész vagyunk. Körülbelül háromszor át van mosva. És most jön a, ugye, mégis a legnehezebb rész, ugye a káposzta. Hát, ezzel annyit csinálunk, hogy négy fele vágjuk. Nem túl nagyok. Négy fele, és akkor már itt van nekem ez a nagy edény. Ez be van állítva a legvékonyabb vágásra. Tehát ennél vékonyabban már nem is lehet. De beállítani, és hát óvatosan, nyugodtan kell kapkodni, leszereteljük.
amilyen vékonyra csak lehet, ez nagyon fontos, ne legyenek benne vastagok. A torzsa rész, ugye az kimarad majd, és hát így, ez eltart egy darabig, de megéri. És főleg a végére, ugye a kezünkre nagyon vigyázunk, körülbelül így fog kinézni. Ez még összébb is megy, mivel hogy káposzta készen van. Egy megmaradt, illetve nem megmaradt, meghagytam. Nem kell több enni. Ez szerintem elég lesz. Ha nem, akkor majd még vágok bele, de nem hiszem, hogy kell. Na, ugyanez a vastagságot tartjuk, és hát ugye a legközelebbi nagyon fontos alkotó része ennek a csalabárdénak, salátának, minek hívja, ugye az uborka, amelyet ugyanúgy ugye le fogunk szeletelni, mint a káposztát. Tehát óvatosan, nyugodtan, mert irtozatosan éles ez a szerkezet. Látjátok, és így ilyen jól néz ki így ez a széle, hogyha ilyen csikokban meg van hagyva, ugye? És akkor ugye hozzászeljük a többit. Itt már felgyorsulnak az események, ez megy nagyon gyorsan. Erre volt apósomiknak egy gépük, csak kirakták bele, és pillanat alatt ilyen körkéssel, mint a ventilátor, olyan kés volt, és pszt, pillanatok alatt lement minden, ugyanúgy ugye a répánál is. A répát nem szabad túl sokat tenni, akkor túlzottan ilyen van édes lesz, nagyon megédesíti. Egyébként is elég édes ez az egész, úgyhogy jó, és akkor a paprikánál meg hát ez a hosszúság, ez így megfelel, és szépen. Ugye ezek így megmaradnak, ezt majd a legvégén ugye a késsel, szóval vigyázol a kezedre, ujjaidra. Oké. Ott van. És mi volt még? Ja, még a hagyma. Még azt mutatom. A hagymánál fontos, hogy négy fele vágd. Tehát így. És hát ugyanúgy ugye, mint a káposztát szépen. Nem baj, ha szétesett, akkor majd kézzel ugye mindig meg tudod csinálni. Valamint késsel. A pengében. Szóval így megy ez, gyerekek, jó? Nos kérem, hát ez egy órás mutatvány volt, úgyhogy hosszas szenvedés, vajúzás, még be is vágtam picit a ujjam, úgyhogy most itt ebbe belenyúlni csak bal kézzel tudok majd. És hát itt van a vegyes, ugye, vegyes rész, és annyit csinálunk, hogy te jó, jó evőkarás volt, ugye, ráteszünk ide. És ide is. Jó evőkanálra. Úgy. És hát én úgy gondolom, hogy egy olyan két óra hosszat. Így egy picit össze kucsulom, mert majd összefog, nem lesz ez ilyen sok. Össze fog esni. Majd egy olyan negyed óránként átkeverem. Majd fel kell vegyek egy gumikesztyűt. Így nem nyúlok bele. Egyrészt gusztustalan lenne, ugye, véres kézzel, másrészt a só megeszi az ujjamat, a sebet. És itt ugyanaz,
De majd egy óvatosan. Én lehet, hogy ketté kell vegyem. Majd meglátom. Ugye átkeverik a sóval, átmarassuk. Aztán majd ki lesz csavarva. Természetesen. Ja. Oké. Okay. Belekaparom innen. És ez megy mosásba. Ja. Nem vágtam el nagyon, csak picit ott beleszaladt. Gyakorlatilag a bőrt húztam meg egy nagyon picit. Megsréboltam. Na gyerekek, ez most így marad egyelőre. Hagyjuk állni. Jó? Na gyerekek, legyen három elmúlt. Évi megjött. És hát annyi történt eddig, hogy ugye ezt egy balkézzel tudtam megforgatni. És azt is. És látjátok, hogy mennyire összeesett. És hát mivel hogy a hüvelykujjamat, hát elvágtam, én nem tudok belegyúlni most már. És hát Évi kicsavarja őket. Pillanatok alatt nem tököl mindén annyit. Meg hát így gyorsabban is fog menni az egész, mivel hogy én filmezem, ő csinálja, így tudunk koncentrálni. Ő arra, amit ő csinálni, meg arra, amit én csinálok. Na most ilyenkor ezt a lét, ugye sós, ezt mi elöntsük, ezt nem kell. Ez elég sós az öntet is. Ezt majd légy szíves így mutatni. Várj. Ezt a öntetet. Ide hát a magát a savanyítószert. És ennek a csak itt tartsd meg, hogy rá tudjak menni. Na most az a lényeg, gyerekek, hogy akik itt élnek Amerikában, nagyon egyszerűen hozzá tudtok jutni, elmentek a Walmartba, vagy a Publixba, vagy rábeütöd ezt a, hogy mondtad, mi a Mrs. Wages. Wages, yeah. Mrs. Wages. Wages, és akkor a kosherdi pickles, és $3 valamennyiért megkapod. Itt van rajta, hogy hogy csinálod, mi nem így csinálod. Gyerekek, én szívesen küldenék ilyesmit haza Magyarországra, de az az igazság, hogy most én mondjuk veszek 5 darabot, elküldöm, fizetek 15, mondjuk $20, és körülbelül a $70 miért elmegy. Szóval ezért van az, hogy én nem szívesen adok fel csomagot, mert többe kerül a hús, mint a leves. Úgyhogy nem is nagyon van szívesebben de. Elküldeném az árát. És akkor én nem tudom, ezeket Magyarországra meg lehet rendelni. Rendkívül finom a savanyításhoz ez a szer. De ha valaki közel van a cseh határhoz, akkor ott meg van a kopró. Ja. A kopró, az a neve, az is jó. Mi az nagyon sokáig úgy csináltuk, apádék is. Otthonról kaptunk, aztán ugye ez megszűnt. Ott mázsát. Ja, ez megszűnt, úgyhogy... Ők azt használták. Ebbe majd össze tudod keverni. Ja, azért csak a levet nem akarom. A kettőt. Jó. Na, én megcsináltam volna különben. Mire megjössz? Ma szombat van egyébként. Volt extra munka. Évileg. Ajaj, ajaj. Na, elég lesz a két üveg? Nem. De most legalább akkor a Kata vihet egy nagy teljes üveggel. Nyugasztom. A Katáig ezt úgy eszik, hogy így, ahogy van. Egyébként így is. Mit eszel hozzá a gyerekek egy darab csirkét? Vagy combot, vagy rántott húst és köretnek. Nagyon jó. Ez az érdekes, hogy ennek olyan jó illata van, amikor így összekevered a két alsó. Elájulsz, olyan jó. A sok, de így frissen, nagyon jó. Az a lényeg, hogy ilyen szép színes, tudod, a sokféle az paprika, meg a... Na, most így különítmény. Látom, nem sok észét tettél bele répát. Nem, direkt. Direktem, mert az elviszi egy kicsit, a émeigősen lesz édes tőle. Jó, azt hiszem ez így elég. Viszont uborka van benne elég bőven most. Múltkoriban kevés volt az uborka. Egyet megpucoltam úgy, ahogy anyádék szokták, láttad?
Ott nézd meg azt. Ja, azt a zebracsipos. Uh-huh. Nagyon szép színe van, igaz, gyerekek? No, és akkor a léről még annyit, hogy mondom, ezt fel kell csak rajta van, hogy mennyi víz, és beleteszed és így felfőzöd, mint ahogy én. Annyit változtattam, hogy beleraktam 4-5 fej, vagy 2, hát oda több. Egyet 10 gerez fokhagymát, én még belefőztem, de ez a ré kevés. Évi azt mondja, hogy nagyon sós, ő kell higítani. Cukrot tettél bele, ugye? Igen, egy-két evőkanál cukrot. Igen, és majd ecet jön. Ecet ki van készítve. Meg vizet kell. Meg fel lesz. Most már nem... Fel lesz higítva. Már ugye, nem főzzük tőle. A szűrt víze, nem, már nem főzzük. Jó, és akkor majd mutatjuk a mennyi ecetet rakunk. Itt van, ennyit. Egyelőre. 5%-os. Úgyhogy... Vízzel kell. Na most Évi sokalja ebbe a sót, hát az a gyárilag van benne. Persze, az a nem... Na most ilyen esetben azt lehet csinálni, úgy gondolod, hogy egy nagyon sós, akkor visszajössz ide, ugye ez is sóban volt, kicsit maradva. Fogod, fölengered vízzel, hideg vízzel, átmosod és újra kicsavarod. Ez szóval a, ez a nem kell megijedni. És akkor elveszíti a só tartalmat. Úgyhogy, de egyébként, ha egy kicsit sós, az nem baj. Mert ebben minden édes. Meg ebben lehet még cukrot tenni, ecetet, és akkor úgy jó lesz. Na, semmi probléma. Na, Évi megegyezett abban a saját magával, hogy én rábízom ezt, hogy így hagyjuk, nem mosjuk át. Mert az, hogy ez így elmegy, mert sokat fel fog még ez venni a léből. Kiszívja ugye a sót, a cukrot, minden javáját, és akkor átízesíti az egész zöldségeket. Most így szoktuk, hogy beleteszem egy tányérba, mert sok mellé megy, ezt nem akarom a csapba, hogy csapból nem akarom kiszedni. Ja, persze. Ki van mosva? Nem tudod, és akkor csak így. Nagyon megéri csinálni, gyerekek. Nagyon megéri, mert egyrészt nem kell mindig pénzről beszélni, de lehet azt is megemlíteni, anyagi részét is a dolognak. Nem az, hát csak szeretjük. Csak jó teszel. Ilyet itt nem kapsz, így ebben a megoldásban. Ugye? Nincs a mágy. Van olyan, hogy karfiol, meg répa, meg hagyma, zellerszár. Meg zeller együtt. Az, ami olyan hasonló, de egyébként nem. Hát hallod, majdnem, hogy nem is kellett volna. Hát de nézzünk még mennyi van. De az már nem lesz tele. Az már nem. Az egy jó félig lesz, de... Azért rakja többet meg. Megvan. Megvan. Ja. Nem kell nagyon tömni, mert egy kicsit... Majd az dagad benne? Ja, nem szorítom le. Na. Az el van mosva minden, úgyhogy tiszta a széle is az üvegnek. Jó néz ki. Hát az... Ez egy másfajta üveg. Még beletehettem volna tulajdonképpen azt a fejt is. Ha mondjuk, ha volna. Nagyon megtömném, akkor beleférne a kettőbe. Hát akkor csinálod. Hát akkor meg túlsz... Na nem, legyen leve is. Legyen leve. Túlszorban. Jó lesz így. Jó lesz. Semmi baj nincs. Elfér a hűtőbe. Ja, így van. Nem is kellett volna ez a nagy, de mindegy. Nem baj. Hát ha nem kell, akkor nem kell, akkor ne szűrjed. Végül is. Fokhagymákat nem hagyjuk benne. Nem. Azt majd megesszük külön. Azt nem dobjuk el a fokhagymát. Kicsit így megrázom, és akkor ja. Lemegy a... Majd a lét meg el lehet tenni, gyerekek, a marad, és legközelebb felhasználod. Vagy ha csinálsz csak gyors fogyasztásra, úgyis jó. Eláll egy évig. Nagyon jól néz ki. Jó van. Majd még hónap tehetsz rá egy kicsit.
csak kipakja. Aha, jó néz ki nagyon. Na, ebből egyet a Kati kap. Ja. Elvihet. Kata, ha nézed a videót, gyere aztán vedd fel, ezt vigyed. Jó? A gyerekek, ennyi volt a káposzta, elpakolunk, és egy rettenetesen gyors chicken patties ebédünk lesz. Rendkívül finom, és rendkívül gyors megoldás. Két szép zsömle, négy ilyen patties, sajtot reszeltem, ez a fél puha, fél kemény, nagyon finom sajt. Paradicsom, egy kis saláta, majonéz, ketchup, illetve majonéz és mustár, mit szózok hozzá? Elfogadjátok a meghívást, akkor gyertek. Én el. Ja, ez megy bele a izébe. Nyisd ki, légy szó. A kazánházba. Kazán. Bele mehet a négy? Uh-huh. Ja. Muszáj lesz neki. Ja. Úgy, hogy csak 10 perc alatt meg lesz. Jó, ez még le van fagyasztva. Hú, de szép. Hát gyerekek, ma ilyen érdekes ebédünk van. Évit meghívtam egy McDonald's-be. Ja. Oh, McDonald's have form. Igen. Hogy van az a ének? Most énekeltem. Old McDonald's take a fart. No, have a form. Farm? Farm. Éja, ó. Fordítva tettem, mert az aljára kellett volna a mustárt, de mindegy. Egy helyre megy, nem? Ja. Kapsz egy beöntést legfeljebb majd. Alulról benyomjuk a mustárt. No. És akkor pont helyreáll a béke. Hol a hús? Mi? Én csak így kézzel megfogom. Kettőt? Kettőt tegyél, nem? Ezt a kicsit akkor. Úgy. De ez már így túl vastag. Dabol. Neo. Itt a dabol sajt. Hát csak kellett volna egy kanál. Hozok egy kanalat. Megfogod kézzel, akkor mi van? Mi lesz? És kólát kitöltöttem. Valahogy reggel ittam egy ilyen kólát, az olyan jól esett valamiért. Neked is itt van. Ki voltam szállva. Ja. Az olyan nagyon olvadós sajt. Ja. Ott van a friss hagyma, ha kell. Na, meg van az jégsaláta. Paradicsom. Na most ilyenkor lehet még beletenni retket. Schaller. Otthon csináltuk. Jégsaláta. Ketchupot Évi nem használ, egyébként kéne bele az is. Oké. Kész. Kicsit el lehet nyomni, és akkor nem vágod így? El. Nem muszáj. Bár el lehet adni a kést. Én elszoktam, én később villával eszem a hamburgert, vagy pedig szalonnázó bicskámmal. A gyerekek, fordítsd erre, hogy tessék. Itt van. Jó néz ki? Én ketchupot hiányolom, de hát... Nekem jó. Ha nem, akkor nem. Nekem jó. Jó lesz? Hát van, aki kezé beülnek az étterembe, gyerekek. Egy ilyen szendvicsé beülnek. Bám. De van. Na, hagymát? Mondtak ki hagymát. Mondjuk lila hagymát szoktunk. Na jó, hát én is körülbelül hasonló módon. Koko, napel! Nem tudom beszélni így. Meghűjül, mert nyitva az ablak, kinyitotta Évi a ablakot. Jöjjön be kis húzat. Nagyon jó idő van ki. Aztán hallja, hogy itt a járdán mennek. Valaki elmegy, megőrül. Szóval hasonló módon készítem el én is. Adja, hogy én teszek bele ketchupot is. Egy pici kis csipipapit. Gyerekek, azt amit írtatok is be, az a
Mi volt a neve annak a erős Pista? Milyen? Haragos Pista. Haragos Pista. Mert hogy én belemártottam azt, hogy az nem mártogató, hanem az csak abból, hogy picit szabad belerakni ételekbe. Hát majd megpróbálom, de... Ki fogott veled? Nagyon, nagyon megviselt. Úgyhogy, pedig én aztán el vagyok így az erősökkel, nem okoz problémát, de az valahogy megütött nagyon. Szóval ez így jó, ez a Pabrano, vagy nem is tudom hirtelen mi ez. Nem Pabrano, hanem mindig elfelejtem a nevét. És akkor így jó. Alright, gyerekek, köszönöm a figyelmet. Sört is hoztál, meg kólát is? Ja, mert még nem tudom melyiket. Alright. Köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. Már kicsit jobban vagyok, jobban vagyunk. Úgyhogy majd lassan alakul ez. Hát még a köhögés azért van. A slime, ugye? Még akad, és akkor hát megkínoz a felegye, meg fel kell lazítani. Maradjunk tisztelettel a legközelebbi videóig, ami azt hiszem majd lesz az a dísztel káposzta, lesz egy kis káposztás tészta. Valamit akarsz főzni? Majd valamit csinálunk. Paradicsomos káposztát te nem szereted? Nem. Általában évi paradicsomos... Káposztás tésztása nagyon. Hogyan? Mi van? Nem válogatsz, megértetted? Milyen dolog ez? Mondom, a káposztás tésztát se nagyon. Nem érdekel. Megezed és kész. Azt mondta izés. Megezed a kurva anyád. Belevert a fejt. Júj, az kemény játék volt. Na, még egyszer. Sziasztok, jó egészséget. Jani bácsék voltunk. Bye-bye.